A Kazinci kert felújítása miatt új helyszínen, a múzeum előtti téren, de hagyományos keretek között szervezték meg az aradi vértanúk megemlékezését, mely a katolikus gimnázium diákjainak összeállításával kezdődött. Hajnaú rendelkezése nyomán hajnali fél hatkor golyó általi halára ítélték. Lázár Vilmos honvédezredest, Dezsőfi Arisztit honvédtábornokot, Kis Ernő honvéd altábornagyot és Vejdel József, honvét Majd következtek a kötéreszánt szánt tábornokok. A sort 6 órakor Pöltenberg Ernő, honvét nyitotta meg. Majd Török Ignác, honvét tábornok, Aulik Lajos, honvédtábornok, tábornok, Knézics Károly, honvét Nagy Sándor József, honvét tábornok, Láner György, Honvétábornok, tábornok. Gróf Leiningen Westerburg Károly, Honvéd tábornok. Damjanics János, Honvéd tábornok. Gróf Vécsei Károly, Honvéd tábornok. Október 25-én Kazinci Lajos ezredesre várt, hasonló sors. A rövid műsor után Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeumának igazgatója mondott beszédet, aki a 15. aradi vértanú halálán keresztül világított rá arra, mi a cselekvő haza szeretet. A példamutató, hősies, a szabadságért kiálló Kazinci Lajos, aki meghalt a magyar szabadságért, és akinek mi itt a Magyar Nyelv Múzeumában az emlékkönyvét benne az édesanyja bejegyzését, a honvédságóját és az egyetlen hiteles korabeli ábrázolását is őrizzük. És említsük meg még a Kazinci család címerét, a fiait saját vérével tápláló pelikán van ott ebben a címerben. Jelképe ez nem csak Kazinci Ferenc életművének, hanem Kazinci Lajos vértanúságának is. Család, nemzeti kultúra és a hazaszeretet, Mindenkor megvan a magyarságnak a feladata, és megvan a feladat ma is, a jelenkorban is, és ha ezt elvégezzük, csak akkor tudjuk azt mondani, hogy az aradi vértanúk kiomló vére nem hult háládatlan földbe. A megemlékezés végén a résztvevők megkoszorozták az Lajos szobrát, melyet 1911-ben avattak fel, és hamarosan a megújult kertben láthatják újra az ide látogatók.